Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, a Szófő határából, a Sárgasáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok a Szófő határában, a Sárgasáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek a Sárgasáv túraútvonalon Pécsej és a Szófő között. És én a továbbiabban arrafelé fogom folytatni az én kis sétámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arra tovább a Szófő irányába a Sárgasáv túraútvonalon, tehát a továbbiabban majd arrafelé fogok haladni, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek, hogy konkrétan az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, ez következik most. Így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy látható ezen a felvételen, tehát fordulok is egy 180 fokot, és akkor megmutatom néktek, hogy én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem, az ezt megelőző videómban, arra felé van Pécsej, és én az ezt megelőző videómban konkrétan onnan jöttem, így hát én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat, itt a Sárgasáv túraútvonalon a Szófő irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom a sétámat, tartsatok velem! És akkor én már haladok is tovább, itt a Sárgasáv túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok, remélem, hogy a továbbiakban is velem tartotok, ha már eddig velem tartottatok, és akkor szépen haladok tovább itt a Sárgasávon, és akkor itt mindjárt balra el is kell kanyarodjak, hogy látható, itt halad tovább arrafelé egy kocsi út, ami alig van járatva, és itt kell balra kanyarodni, tehát konkrétan itt balra el is kell kanyarodjak, mert konkrétan ez a Sárgasáv túraútvonal, mutatom, arrafelé folytatódik, tehát abba az irányba folytatódik ez a bizonyos Sárgasáv túraútvonal, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki a környezet, és akkor én mutatom, hogy melyik irányból jövök. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arrafelé van Pécsej, tehát abba az irányba van Pécsej, én konkrétan abból az irányból jövök, tehát onnan jövök. Nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek, tehát abból az irányból jövök, így hát a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat, itt a Sárgasáv túraútvonalon a Szófő határába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én arrafelé haladok a továbbiakban, tartsatok velem! És akkor én már folytatom is tovább az én kis túrámat, itt a Sárgasáv túraútvonalon, és akkor szépen haladok valójából a Szófő irányába, mert tényleg a Szófő irányába haladok, konkrétan, mert errefelé van a Szófő, mert tényleg errefelé van, és akkor szépen haladok a Szófő felé,
ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis túrámat tulajdonképpen, méghozzá azt a túrámat konkrétan, amit én ugye az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább Aszófő irányába, itt a sárgasávon. Amúgy már itt vagyok Aszófő határában konkrétan, mert már tényleg itt vagyok Aszófő határában, mert ez itt már valójában Aszófő. Meg itt van, hát konkrétan itt van előttem Aszófő, tehát itt van előttem. És amúgy nagyon szép innen a kilátás, mert tényleg nagyon szép. Sőt, a Tihanyi félszigetet is tök jól lehet innen látni. Ugye ott van szemben a Tihanyi félsziget, tehát az ott szemben a Tihanyi félsziget, ami ott látható a háttérbe. Tehát az ott szemben a Tihanyi félsziget, és Aszófő pedig itt van lent. Tehát itt van lent Aszófő, tehát Aszófő az itt van lent, és ott van Aszófő mögött, ott a távolban, tehát az, ami ott látható, homályosan, tehát az ott maga a Tihanyi félsziget, tehát az ott a Tihanyi félsziget, ami ott a háttérben látható homályosan. És így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Nagyon szép ez a vidék, gyerekek. Ezt nézzétek, milyen jó néz ki ez a vidék. Ott van Balatonfüred, tehát ott van Balatonfüred, tehát ott van konkrétan Balatonfüred is, tehát ott van Balatonfüred, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és ott van lent a Balaton, tehát ott van lent a Balaton is, tehát az is ott van lent, és ugye ott van maga a Tihanyi félsziget is, ugye az ott maga a Tihanyi félsziget, ami ott látható a háttérbe, tehát az ott maga a Tihanyi félsziget, és itt a Tihanyi félsziget előtt, itt van a Szófő, tehát konkrétan itt van a Szófő, itt a Tihanyi félsziget előtt, és az ott a háttérbe pedig a Tihanyi félsziget. És akkor én folytatom tovább a én kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább itt a sárgasávon, tehát folytatom tovább a én kis túrámat, itt a sárgasáv túraútvonalon, és akkor szépen haladok lefelé Aszófő irányába, mert konkrétan Aszófő irányába haladok. Hát valójában, mióta elindultam Pécsejről, azóta egyfolytában Aszófő irányába haladok, mert azóta tényleg egyfolytában Aszófő felé haladok, mióta elindultam Pécsejről. És akkor itt lassacskán be is csatlakozunk egy jó kis kitaposott kocsi útba, és akkor majd azon fogok szépen behaladni egészen Aszófőig, és akkor itt van a sárgasáv túraútvonal, tehát errefelé halad, maga a sárgasáv, és akkor itt fogok becsatlakozni egy nagyon jó kitaposott útra, tehát itt már be is csatlakozok tulajdonképpen ebbe a jó kis kitaposott kocsi útba, és akkor szépen ezen fogok lemenni egészen Aszófőig, tehát ezen a jó kitaposott kocsi úton fogok haladni egészen Aszófőig. És akkor innentől kezdve már ezen a kocsi úton fogok lesétálni egészen Aszófőig tulajdonképpen, tehát ezen a kocsi úton fogok lehaladni, ami itt van. És akkor mindjárt meg is mutatom a sárgasáv túraútvonalnak a teljesre egyértelmű jelzését, ami itt van felfestve. Tehát itt látható a sárgasáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van maga a sárgasáv túraútvonalnak a tök egyértelmű jelzése. És én a továbbiakban is ezen a sárgasáv túraútvonalon fogok haladni, aminek a tök egyértelmű jelzése itt látható. És akkor haladok is tovább itt a sárgasávon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen!
és akkor itt vissza kimegyünk oda az útra, és akkor szépen haladok tovább itt a sárgán, és akkor mutatom, hogy én melyik irányból jövök. Hát én konkrétan mutatom, abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát arról jövök, arra felé van Pécsej, tehát abban az irányban van Pécsej, én abból az irányból jövök, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Hát íme, tehát így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább itt a kocsi úton befelé, egészen a Szófőig, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Oda van felfestve a sárga túra útvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és akkor így néz ki a környezet, íme. Hát én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és akkor így néz ki a környezet. És akkor haladok is tovább itt a sárga sávon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok tovább itt a sárga sávon, egészen Aszófőig, tehát szépen Aszófőig fogok besétálni tulajdonképpen, begyalogolni ezen a sárga sáv túra útvonalon, és valójában ugye közeledek a mai túrám végéhez, mert valójában már a mai túrám végéhez közeledek. Hát ez se volt olyan hosszú túra, tehát ez se volt olyan baromi hosszú túra, akkor hosszabb volt, amikor először itt jártam, jó, de hát akkor el is tévedtem nagyjából háromszor is, mert amikor először itt jártam a nyáron, akkor legalább háromszor eltévedtem, mert annyira rosszul van jelölve, tehát annyira rosszul van jelölve ez az útvonal, itt értem a turista jelzéseket, tehát nem ártana itt a turista jelzéseket besűríteni, és újjá is kéne őket festeni, mert nagyon rossz állapotban vannak, és nyáron sikerült is háromszor, tehát nyáron háromszor sikerült eltévesztenem az útvonalat, az véget, mert ugye nincsen normálisan felfestve a sárga sáv túra útvonalnak a tök egyértelmű jelzése, és ezt nyáron sikerült háromszor is eltévednem, olyan nyáron jártam itt először, csak akkor éppen Aszófő irányából haladtam egészen Pécsejig, most pedig ugye Pécsej irányából haladok egészen Aszófőig, ezen a bizonyos sárga sáv túra útvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább itt a sárgán, tehát folytatom tovább a én kis túrámat a Szófő irányába, itt a sárga sáv túra útvonalon, és ahogy mondottam, ugye újjá kéne festeni itt is a turista jelzéseket, meg be is kéne őket sűríteni, főleg az útelágazásokban, mert ott aztán baromi könnyen el lehet téveszteni az útelágazásokban, az véget, mert nincs jó kijelölve, hogy merre is halad ez a sárga sáv túra útvonal, tehát ez véget nagyon könnyen el lehet téveszteni a útelágazásokban, konkrétan ezt a sárga sáv túra útvonalat, aminek egyébként itt van a jelzése, és azt is láthassátok, hogy igen rossz állapotban vannak a jelzések, tehát nem ártana őket újjáfesteni, de amúgy itt látható a sárga sáv túra útvonalnak a tök egyértelmű jelzése. Amúgy erről a sárga sáv túra útvonalról konkrétan azt kell tudni, hogy ez elindul Pécsejről, és halad egészen a Tihanyi Révig, ez a bizonyos sárga sáv túra útvonal, de közben érinti a Szófőt is, ez a bizonyos sárga sáv túra útvonal, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható ezen a felvételen. És akkor haladok is tovább itt a sárga sávon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Akkor szépen haladok tovább arrafelé, tehát folytatom tovább errefelé a én kis túrámat, itt a sárga sáv túra útvonalon,
tartsatok velem a továbbiakban is. És valójában már itt vagyok Aszófő határában, tehát ez itt már valójában Aszófő, tehát konkrétan már itt vagyok a falu határában tulajdonképpen, tehát Aszófő határában vagyok, ami azt jelenti, hogy hamarosan meg fogok érkezni Aszófőre, ahol a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez is fog érni, mert ugye az volt már az úti célom, hogy elsétálok itt a Sárgasáv túraútvonalon Pécsejtől egészen Aszófőig. Hát Aszófő már konkrétan itt van előttem, mert tényleg már itt van előttem Aszófő, már csak egy karnyújtásnyira van szinte, mert tényleg csak egy karnyújtásnyira van ide Aszófő, ahol a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez is fog érni, mert valójában Aszófőn fog véget érni az én kis túrám ezen a szombati napon. Hát ez is egy jó kis túra volt, Igaz, nem volt nagy távolság, mert tényleg nem volt nagy távolság egyáltalán, mert tényleg nem volt nagy a távolság, és főleg úgy, hogy már nem tévedtem el, így hát ugye tök rövidnek tűnt ez a távolság, mert tényleg tök rövidnek tűnt, úgyhogy már valójában nem tévedtem el, és azért, mert ugye amikor először itt jártam a nyáron, de nézzétek meg a nyári videókat is, amiket ugyanezen az útvonalon készítettem, csak akkor pont fordítva jártam be, tehát akkor ugye Aszófőről indultam, és haladtam egészen Pécsejig, most pedig ugye Pécsejről indultam, és haladok Aszófőig tulajdonképpen. Hát valójában már ugye itt vagyok Aszófő határában, tehát ez itt már valójában Aszófő, ahol most éppen már sétálok, tehát ez már valójában Aszófő, tehát mondhatom azt, hogy végül is a mai túrámat is teljesítettem, hiszen már pillanatokon belül meg fogok érkezni Aszófőre, tehát tényleg pillanatokon belül konkrétan, és akkor az én kis túrám a mai napon ugye Aszófőn fog a végéhez érni. Hát Tihanyig nem fogok most elsétálni, mert nem. Pedig simán el tudnánk sétálni Tihanyig, itt a Sárgasáv túraútvonalon, mert simán el tudnánk. Mert konkrétan ez a Sárgasáv túraútvonal, ez egészen Tihanyig vezet, méghozzá a Révig konkrétan. Tehát a Tihanyi Révnél van vége ennek a Sárgasáv túraútvonalnak, mert tényleg a Tihanyi Révnél van a vége. A másik vége pedig ugye Pécsejen van, ahonnan elindultam ezen a mai napon, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek, hogyha megnézitek az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább ugye Aszófő irányába, mert tényleg Aszófő irányába haladok, és valójában már tényleg itt vagyok szinte Aszófőnek a határában, mert tényleg már itt vagyok Aszófő határában. Be is csatlakozok egy másik útba, ahogy látható ezen a felvételen, tehát szépen csatlakozok is befelé egy másik útba, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor ezen a jó kitaposott úton fogok besétálni egészen Aszófőig. Ezen a jó kitaposott úton fogok besétálni. És akkor így a továbbiabban majd én arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat. Tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban. Arrafelé van Aszófő. Tehát abban az irányban van Aszófő. És akkor én mutatom, hogy most melyik irányból jöttem. Ezt most meg is mutatom néktek. Hát én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arrafelé van Pécsej, tehát abban az irányban van Pécsej, én abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arrafelé van Pécsej, tehát abból az irányból jövök, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És itt halad egy kocsiút itt kifelé a szőlők irányába, ugye arrafelé szőlőbirtokok vannak, abba az irányba, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a
felvételen, íme. És akkor én folytatom tovább az én kis túrámat itt a sárgasáv túraútvonalon, méghozzá arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok Aszófő felé, tehát haladok tovább, egészen Aszófőig. Hát valójából már megérkeztem Aszófőre, mert ez már valójából Aszófő, ahol éppen én most sétálok, és hamarosan már itt lesz a falu is, tehát még egy pár méter, és megérkezek a faluba is konkrétan, mert tényleg itt vagyok egy karnyújtásnyira Aszófőtől, mert tényleg már csak egy karnyújtásnyira vagyok, és akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a én kis túrámat ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, most már itt Aszófő határában konkrétan, mert ez itt már ugye Aszófő, ahol most éppen túrázok, és akkor halad tovább erre a falu, befelé a faluba a sárgasáv túraútvonal, tehát szépen haladok befelé Aszófő irányába, ahogy látható ezen a felvételen, tehát szépen haladok befelé, és valójából az az igazság, hogy meg is érkeztem Aszófőre, tehát ez itt már valójából Aszófő, hova most éppen megérkezek, pillanatokon belül, mert tényleg pillanatokon belül megérkezek Aszófőre, tehát tényleg csak egy pár pillanat, és már Aszófőn is vagyok. Hát ahol a mai kis túrám a végéhez is fog érni, mert konkrétan Aszófőn fog véget érni az én kis túrám ezen a szombati napon, és valójából már itt vagyok ugye Aszófőn. És akkor szépen haladok itt befelé, a falu felé, Aszófő irányába. Hát ami konkrétan már itt van, mert tényleg már itt van Aszófő. Tehát valójából meg is érkeztem Aszófőre. Mert tényleg megérkeztem Aszófőre valójából. És az én kis túrám tulajdonképpen itt hamarosan a végéhez is fog érni, ezen a szombati napon, hiszen már konkrétan itt vagyok Aszófőnek a bejáratánál, mert tényleg már itt vagyok Aszófő bejáratánál, hogy láthassátok ezen a felvételen, és valójából már azt is láthassátok, hogy műúton haladok, tehát szilárd burkolatú úton, tehát láthassátok, hogy már szilárd burkolatú úton haladok, és valójából már itt is vagyok Aszófőn, tehát ez itt már konkrétan Aszófő, ahova most éppen megérkeztem, ezt nézzétek, már itt is vagyok Aszófőn tulajdonképpen, ahogy látható ezen a felvételen. Hát lányok és fiúk, megérkeztünk Aszófőre, tehát ez itt már tulajdonképpen Aszófő, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor szépen haladok egy kicsit még előrébb, de valójából már akár itt is lezárhatnám ezt a videót, hiszen megérkeztem Aszófőre, mert itt vagyok, tehát megérkeztem ide Aszófőre, ahogy látható ezen a felvételen, hiszen itt már ugye lakóházak vannak, láthassátok, hogy itt már lakóházak vannak konkrétan, és valójából ez már itt ugye Aszófő, tehát itt van Aszófő tulajdonképpen. Egy kicsit még itt előrébb megyek, és szerintem lassacskán majd le is zárom ezt a mai kis túrámat. Még az egy kicsit itt előrébb haladok, de valójából ez már itt ugye Aszófő, ahova megérkeztem. Hiszen ez már itt konkrétan maga Aszófő, maga a falu, ahova éppen megérkeztem, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és valójából teljesítettem a mai kis túrámat is, tehát a mára eltervezett kis túrámat is végbe vittem, hiszen a mai tervem az az volt, hogy Pécsejtől elsétálok a sárgasáv túraútvonalon egészen idáig Aszófőig,
és ez itt meg már konkrétan a szófő, ahol most éppen megérkezek. Tehát ez itt már tulajdonképpen a szófő, tény és való. És valójában konkrétan a mai kis túrám az nagyjából ennyi is lett volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hogy velem tartottatok ebben a újabb kis túrában. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Hát a mai kis túrám az teljesítve van. Valójában ugye megérkeztem a szófőre. Ennyi is lett volna a mai kis túrám. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Ha tetszett ez a videó, akkor, ahogy mondottam, díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, és írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is. Hát legközelebb nem tudom, hogy honnan fogok jelentkezni, és hogy milyen túraútvonalról fogok jelentkezni. Tehát ezt most még konkrétan nem tudom. Egy biztos, hogy a mai túrámat azt teljesítettem, hiszen már itt vagyok a szófőn, mert ez már itt valójában a szófő. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Tartsatok velem legközelebb is. Remélem, hogy legközelebb is velem fogtok tartani egy következő túrában. Bízok benne. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. A mai kis túrám az ennyi lett volna. Tartsatok velem legközelebb is. Ha tetszett a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok ebben az újabb kis túrában. Tartsatok velem legközelebb is. Addig is legyetek jók. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici a szófőről. Sziasztok! Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!